Július 1-je óta igényelhető a maximum 10 millió forintos, szabadon felhasználható babaváró hitel. A fiatal házasok támogatására létrehozott új konstrukció nagy népszerűségnek örvend. Felvételekor azonban nem árt körültekintőnek lenni és tisztában lenni a kondíciókkal. A felvett babaváró hitelek közel felénél már fel is függesztették a törlesztést az egyik banknál, miután azt olyan házaspárok vették igénybe, ahol a magzat elérte a 12 hetes kort. Ez azt jelenti, hogy ennyi hitelfelvevő pár már babát vár, a törlesztés ugyanis minden gyermek esetében a 12 hetes magzati kor után függeszthető fel. A második olyan gyerek születésekor, aki a hiteligénylésének időpontjában még nem élt, a tartozás 30%-át elengedi az állam. A harmadik új gyereknél a teljes megmaradt tartozást. A babaváró hitelindulása óta csak az Erste Bank eddig közel 6000 házaspár igényét fogadta be. Az ügyfelek összesen 56 milliárd forint államilag támogatott kölcsönt igényeltek, 37%-át Budapesten, 63%-át vidéki városokban. A pénzintézet több mint 5000 ügyfelének összesen 49 milliárd forint értékben folyósította a babavárót. A házaspárok felkészültségét jelzi, hogy itt a hiteligénylések mindössze 3%-át kellett elutasítani. Jellemzően azért, mert az igénylők jövedelme nem felelt meg a felelős hitelezésről szóló jogszabályi követelményeknek. A bankoknál arra számítanak, hogy a babaváró hitel iránt érdeklődők száma később is magas marad. Dr. Fazekas Sándor, közgazdász, hitelszakértő a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Estét kívánok. Nézzük meg egy kicsit tüzetesebben ezt a babaváró hitelt. Egyáltalán itt a környékünkön mennyire népszerű ez a konstrukció, és mi az, amire oda kell figyelni azoknak, akik ezzel élni szeretnének? A családtámogatási tervnek egyik része a babaváró hitel, amely elsősorban a házasságokat próbálja támogatni, annak a jelentőségét kiemelni, hiszen házaspárok igényelhetik, korábbiakhoz képest ez változás, mert korábban a csokot egyedülálló is igényelhette. Másrészt pedig hát a gyerekek születését próbálják ezzel ösztönözni. Van-e életkor határ? Igen, van életkor határ. Nagy érdeklődés van, de az életkori határ már egy szűkebb keretet biztosít. 18 évet be kell tölteni, és 41 éves koráig a nő tagjának, a házaspár nő tagjának 41 éves koráig lehetséges nyújtani ezt a hitelt. Pontosan mit kell tudni erről a konstrukcióról? Ez egy nagyon jó konstrukció azok számára, akik gyereket terveznek. Tehát itt nem a meglévő gyerek számít támogatási feltételként, hanem a születendő gyerek. Tehát, ha már valakinek egy gyereke születik, már ez a konstrukció megéri, ha olyan céljai vannak, amire a hitelt fel tudja használni. Mert hogy fontos kihangsúlyozni, hogy itt nem csak lakásról van szó. Mert hogy nem csak lakás célról van szó, bármire fel tudja használni. Ez olyan, mint egy személyi kölcsön, szabad felhasználású, nincs benne kötöttség, felhasználhatja lakás célra, de akár befektetéseket is vásárolhat belőle. Tehát egy jó konstrukció akkor, ha gyerek megszületik, mert hogy kamatmentessé válik. Mi történik, hogyha valaki felveszi, de nem születik meg a vágyott gyermek? Hát igen, ez nagyobb probléma már, ezért kell megfontoltan cselekedni, amikor és utána járni a hitel feltételeknek és a bank minősítési eljárásának, mert bankonként is változik a bírálat. Egyik banknál megfelel, másik banknál nem felel. Mert a bankok megvizsgálják a jövedelmezőséget, a hitelképességet, és ha annak nem felel meg, akkor nem kapja meg, azt elutasítják, de másik banknál lehet, hogy pontosan megfelel. És ha nem születik meg a gyerek, ez átalakul egy 5 éves kamatperiódusú személyi kölcsönné, de a buktató ott van benne, hogy 120 napon belül, a meghiúsulástól számított 120 napon belül egy összegbe vissza kell fizetni a kamattámogatást, amit addig megkapott, amit az állam fizetett helyette a banknak. És ez mi akár tekinthető meghiúsulásnak? Mennyi a türelmi idő az első baba megszületéséig? Tehát a rendelet szerint 5 év a türelmi idő, 5 éven belül, ha megszületik a gyerek, akkor már kamatmentes.
Ha egy gyerek születik meg, kamatmentessé válik, ha két gyerek születik meg, még a kamatmentesség mellett, ugye az természetes, még a 30%-át a fennálló tőkének elengedik, ha viszont a harmadik gyerek is megszületik, a teljes tőketartozást elengedik. És mindig az aktuális számít, tehát akinek hamarabb megszületik a gyereke 5 éven belül, azok jobban járnak, mert nagyobb összeget enged el az állam. Egy kicsit térjünk vissza erre a buktatóra, hogyha nem születik meg a gyermek, és ugye vissza kell fizetni, de hogy még ott valamit pluszba is kell fizetni? Kezességvállalási díj mellett folyósítják a bankok a hitelt, tehát itt nem kell ingatlan fedezetet biztosítani. De ha nem fizet, tehát ha nem születik meg a gyerek, akkor ugye a bank a rendelet szerinti kamatot kiszámolja, és egy összegbe azt vissza kell fizetni, ami meghaladja a 2 millió forintot is, ha valaki az 5 évet kihasználja. Mi történik, ugye házaspárok kapják ezt a babaváró hitelt, mi történik, hogyha bekövetkezik egy válás mondjuk? Igen, ez is egy érdekes pontja ennek a hitelkonstrukciónak, ha természetes vele jár a házassággal az is, hogy elválnak. És ha válás történik, és nem született gyerek, akkor ha 5 éven belül egy újabb házasságot köt, melyik fél? Az egyik fél újabb házasságot köt, és megszületik a gyerek, onnan számít a házasságkötéstől az 5 év, egy újabb 5 évet adnak nekik lehetőséget, hogy gyerek szülessen. És mi történik az elvált féllel, akinek mondjuk nem született gyereke, ő ki tud szállni, vagy ki tud lépni ebből a kötelékből? Őt nem érinti ez. Őt nem érinti, hiszen ha gyerek születik, akkor a kamatmentessé válik, és hát ugye attól függ, hány gyerek születik, elengednek belőle, vagy nem enged. Akkor az ő nevén lévő hitelrész az átkerül az új házastárs nevére? Hát a hitelnél általában igen, így van. Ha átvállalja, az soknál is így van hasonló, hogy át lehet vállalni, és akkor nem kell visszafizetni. Tehát itt is megtörténik ez. Mennyire népszerű ez itt a mi megyénkben? Nagy érdeklődés van iránta, nagyon sokan érdeklődnek, és hát nagyon meg kell, mint említettem, figyelni azt, hogy melyik banknak milyenek a feltételei. 5-6 pontot tudnék mondani, amelybe eltérnek a hitelbírálati szempontok. Hát például az, hogy jövedelem. Mi számít jövedelemnek? Csak az elsődleges jövedelmet tekinti a bank, vagy figyelembe veszi a másodlagos jövedelmet? Hát itt a másodlagosnál esetleg gyesgyed, ilyeneket gondolok, táppénz, még az elsődleges a munkabér, nyugdíj, és hát a vállalkozásból származó jövedelem. Aztán a futamidő, minimális futamidő, mennyit ad minimális futamidőt? A másik szempont az, hogy hány százalékát engedi meg, hogy törlesztésre használja fel az ügyfél, és ebben minden kölcsönbe számít a jövedelmezőségi mutató, azt mutatja meg, hogy mennyit fordíthat törlesztésre a jövedelméből. Na most egyik bank azt mondja, hogy hát számítok arra is, hogy esetleg nem lesz kamatmentes. És azt mondja, hogy egy alacsonyabb százalékot, és már ha nem fér be, vagy elutasítja, vagy nem kapja meg a maximális 10 millió forintot, hanem kevesebbet kap, annyi, amennyi belefér a jövedelmezőségi mutató szerint a törlesztő részletbe. Egyébként ez nem egy fix törlesztés, vagy fix kamatozású kölcsön, ugye, ha jól tudom? Nem. Abban az esetben, ha ez nem kamatmentes, tehát nem születik meg a gyerek, akkor ez egy változó kamatozású, 5 éves kamatperiódusú személyi kölcsönné alakul. És ha valaki lakást célja akarja használni, meg kell gondolni, mert ha nem születik gyerek, vagy nem terveznek gyereket, akkor ettől vannak jobb konstrukciók a piacon, esetleg alacsonyabb THM-mel, alacsonyabb kamatozású hitelt vehet fel lakást céljára. Akkor, amikor megszületik az első gyerek, és ugye felfüggesztik, vagy mondjuk úgy, hogy szüneteltetik a törlesztést, akkor ez mit jelent? Kitolódik a futamidő? Ez azt jelenti, hogy az első gyerek után felfüggesztik a 3 évre fel lehet függeszteni, de ezt kérni kell mindig a félnek, ez nagyon lényeges. Hogy nem automatikus. Nem automatikus, a bank ezt magától nem adja, hanem ha kéri az ügyfél,
akkor engedélyezik 3 éves felfüggesztés. 20 éves ennek a futamideje egyébként, de az első gyereknél megengedik azt, hogy meghosszabbodjon a 3 évvel, tehát akkor lehet, hogy 23 éves lesz a futamidő. Mert hogy a törlesztő részlet az első 5 évben nem lehet több 50 000 forinttól. Ebbe beszámít az is az a 4200 forintos kezességvállalási díj, amit minden hónapban az államnak fizetni kell. Tehát ezzel együtt 50 000 lehet. A másik dolog pedig a második gyerek után kérheti a halasztást. 3 évre szintén halaszthatják a törlesztést. És ez tovább nyújtja a futamidőt? Az már nem hosszabbítja meg a futamidőt, az már marad. Végül is azért, mert hogy 30%-ot egyébként is elengednek. Igen. Oké. Hát lehetne még erről mit beszélni. Fazekas Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Sok hasznos információt megtudtunk.